Ilyen volt, amikor városunkat is érintette a Giro d'Italia kerékpáros verseny. Több ezren követték figyelemmel a helyszínen az egyik legnagyobb kerékpáros körversenyt, és a televízión keresztül a világ minden pontjára eljutottak a felvételek. Ez vagy például a Gyulai Memorial a legnagyobb bizonyíték arra, hogy a sport mennyit adhat a város marketinghez, emelte ki a Fiatal Vállalkozók Szövetségének Fejér vármegyei elnöke. Tóth György hozzátette, a város múltja miatt választották ezt a tematikát. Ma itt Székesfehérváron gyakorlatilag egy picit a sport köré fontuk ezt a tematikát, mert hogy azt gondolom, hogy Székesfehérvár egy sportváros, nagyon sokféle sportágban vannak jelen, és pont egy ilyen város lehet az, ahol a brand és a sport, vagy a vállalkozások és a sport összefüggéseit érdemes lehet megvitatni, megnézni. A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége egész hetes programsorozatot szervezett. Az országos program célja, hogy bátorítsák azokat, akik szeretnék elindítani új vállalkozásukat, vagy csak fejlesztenének. Székesfehérvár alpolgármestere kitért arra, mi a szerepe a fiatal vállalkozóknak a gazdaságban és a város életében. Szerencsére azt gondolom, hogy egyre több fiatal gondolja úgy, hogy vállalkozó lesz Székesfehérváron, hiszen nyilván logisztikai központként jó megközelíthetőséggel egy élhető városban azt gondolom, hogy sokkal könnyebb vállalkozni, mint más területen. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez jó irányban van, és hát szerencsére van több olyan példa is Székesfehérváron, ahol pedig a családi vállalkozást a gyermekek, a fiatalok veszik át. Az esemény szervezői információkkal támogatták a fiatal vállalkozókat abban, hogy a szakmai előadások alkalmával megértsék a sport és a márkaépítés közötti kapcsolatot, valamint hogy hogyan lehet hatékonyan ezen a kapcsolatokat a vállalkozások ismertségének és elismertségének növelésére fordítani. Szeretnék, ha minél többen nyitnának a vállalkozásukkal a sport szellemisége és a sportolók teljesítménye felé.